Hello, olvasó! Ez itt Szabadosági Könyves Podcastja a Libertin Könyvesboltból. Vendégeimmel hétről hétre beszélgetünk majd életre szóló olvasmányélményekről, és lehet olyanokról is, ami kifogott rajtuk. Az adás második részében pedig a Nincs Időm Olvasni kihívási a főszerep. A közel 50 ezer fős közösség folyamatosan jobbnál jobb könyveket ajánl, így mindig ezek közül szemezgetek és ajánlok egy könyvet, amit szerintem nektek is érdemes elolvasnotok. Itt az idő, hogy újra bővüljenek azok a soha véget nem érős olvasmánylisták. Induljon hát! a Könyves Podcast. Egy rendhagyó életrajzi kötet és egy különleges színésznő énekesnő lesz a mai vendégem Péter Fibori. A legendás Krétakör és az alföli Robert vezette Nemzeti Színház egykori tagja, valamint a Péter Fibori Love Band énekes dalszerzője. A könyv önéletrajzi kötet, de a fülszöveget író Bödőcs Tibor sokkal jobban megfogalmazza, mi is ez a kötet. Idézem, őszinte, gicsmentes, szókimondó vallomás, amely rock életrajzok alapműve lesz. Bori 34 fejezetben mesél az életéről gyerekkorától egészen máig. Megszületés köldögzsinóral a nyakán, ami mind kiderül családi hagyomány, tudatos álmodással teli mindennapok, megérzések és némi spiritualitás, és őszinte kitárókozás a magánéletéről, hol egy féltékenységben gazdag kapcsolat, hol egy bántalmazó férfi, hol megcsalás. Na, és még a késői gyerekvállalás is szóba kerül. Szóval igazából minden, ami Péterfi Bori, az elmúlt picit több mint ötven évből. Olyan ez a könyv, mintha beszélgetnél egy jót Péterfi Borival, ami végtére is nem furcsa, hiszen egy jó, nagy, közel két évig tartó beszélgetésből született a nagymű, amiről majd mi ma beszélgetünk itt Borival. A pontosság kedvéért tehát a könyv címe Bori könyv, jelenetek Péterfi Bori életéből, a szerzője pedig Tóth Júlia Éva. Az alkotási folyamatról, Bori, nagyon sokat lehetett olvasni, nem akarom, hogy ismételd önmagad. Rutinós nyilatkozóként és rendkívül jó nyilatkozóként nagyon sok helyre hívtak, és a mentél is, és meséltél a könyvről, hol Júlcsival, hol nélküle. Nem akarom, hogy tehát ezeket ismételd, ezért elmondom csak azt a részt én, hogy szinte mindenhol elmeséltétek, hogy egy interjút készített veled a Júlcsi, és ez annyira jól sikerült, hogy így bedobtad neki az ötletet, hogy hát miért nem írsz rólam könyvet. Eddig oké. Okay. De nekem az jutott eszembe, főleg az interjúkat hallgatva, hogy mintha erre nem kaptam volna választ, hogy egyáltalán az a gondolat, hogy merült fel benned, és mi volt az oka annak, hogy érdemes lenne a történetedet elmesélni egy könyvformában. Ez, ez, szerintem abban a pillanatban így még nem merült fel, hanem csak, csak, maga ez a gondolat, hogy, hogy ez, ez lehet egy, egy új, új platform, ami, amin még nem mutatkoztam meg, hogy, nem, nem, zene, nem színház, nem film. Tehát engem pont először megijesztett, hogy az elején végig azt éreztem, hogy úristen, velem nem történt semmi. Tehát hogy tudod, az ember bármennyire őrült, kalandos az élete, Végül is azért ö, ö, nem feltétlenül így látod magad belülről, vagy, vagy én hajlamos vagyok sokszor inkább a több, többet látni a, a, a rosszat, mint a jót, és akkor ezért az olyan ijesztő, hogy végül is. Ö, tehát ö, ez, ez tényleg csak egy ilyen vicc, vicc volt, vagy egy ilyen, egy ilyen egy szó, amit így kimondtam. Tehát először nem volt mögötte ö, ilyen erős gondolat, és aztán ez tényleg a munka folyamatban. Alakult ki, hogy hogy úristen, ez tök jó, és ez nekem is milyen izgalmas. Végül is akkor tényleg a Júlcsi volt az, aki ráharapott erre a kimondott gondolatra, vagy szóra, vagy mondatra. Igen, de hát azért tudjuk, hogy nincsenek véletlenek, <laughs> szóval nyilván nem véletlen, hogy neki mondtam ki, és valószínű, hogy azért tudatalatt ez biztos motoszkált már bennem, főleg, hogy azért itt a kortárs zenész fiúk azért itt adogatták is sorra a könyveket, meg nyilván én is olvastam párat, és és uh, az, a, szerintem az is nagyon fontos volt nekem, hogy szólaljon már meg egy nő, <laughs> mert, uh, mert emlékszem, amikor uh, szültem a kisgyerekem, és ugye nem koncerteztem egy ideig, uh, és akkor volt a visszatérő koncert az a 38 hajón, és, uh, és akkor ezt ugye mondtam akkor, hogy hát nekem most nincs ilyen, mert akkor volt abban az időben ilyen nagy visszatérő koncertje több fiúnak, akik ugye ilyen elvonón meg ilyenekem voltak, és akkor ugye akkor mindig úgy jönnek vissza, mint a, hát a legnagyobb hősök a csatamezőről, ami valóban egyébként egy nagy, nagy dolog, csak, Valahogy ahonnan én jöttem, akkor így a szülésből, meg ebből az egészből azt éreztem, hogy de basszus, e e ezt meg így soha nem mondjuk. <laughs> tehát, hogy, hogy, ez, de tehát, hogy miért, miért számít annyira rohadt nagy dolognak az, hogy egy, egy férfi énekes egy, meg, megküzd a, a démonaival, és akkor mi meg nők meg mindig kussolunk, és mi meg így toljuk a szerintem sokkal brutálisabb ö, ö, dolgokat. És akkor ez olyan vicces volt, hogy mondtam, hogy nekem nincs ilyen jó sztori most, hogy én ö, milyen elvonulról meg honnan jöttem, nem csak szültem egy gyereket. Csak. És ö, ö, szerintem már akkor megfogalmazódott ez bennem, hogy, hogy ö, igen, tehát hogy a, hogy a, hogy a pasik ö, leírhatják, és akkor úristen, mekkora dolog, hogy akkor ők leírják, hogy miket csináltak. És mi, mi nők pedig ez, ez, ezeket így ö, olyan, olyan ö, szerényen úgy, úgy elhallgatjuk Egyáltalán a, 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 egy csomó olyan dolog van, amit, ö, amit egyszerűen olyan, még mindig olyan, hogy fú, hát egy nőnek nem illik elmondani. Ö, például a pasizást, vagy a nem, ért, mert hogy ugye a férfiaknak ez olyan nagy dolog, hogy akkor ők elmondhatják, hogy mekkora macsó vagyok, miket csináltam, és akkor a nők meg olyan, mi mindig ülünk és mosolyunk, aztán így magunk között megbeszéljük, hogy mi azért szerintem durvábbak vagyunk, csak nem mondjuk el. Én? Tehát egy csomó olyan dolog van, és, hát, és az alkotás maga is, tehát, hogy ö, nyilván én se jegyzem úgy magam, hogy fú, mekkora dalszerző vagyok, de azért ahhoz képest szerintem rengeteg nagyon jó dalszöveget írtam, és soha fel nem merül mondjuk ilyen értelemben az én nevem. Most nem azért mondom, egy akár az Artisiusnál, vagy tehát, hogy sehol. Sőt, nem is nagyon látok női neveket szerzőként. Tehát, hogy azért egy csomó, csomó olyan pozíció van még mindig, ami, ami, amit azért tartanak Kézben tartanak a férfiak, és ezt most abszolút nem ilyen feminista szájízzel mondom, hanem csak mint tény, megállapítás. És a visszajelzések alapján abszolút felszabadító férfiak számára is olvasni ezt a könyvet, meg, meg megdöbbentő, és hát a nők számára meg főleg, hogy, hogy igenis el lehet mondani meg, meg abszolút emberként tudod magad pozícionálni. Tehát, hogy az alkotás, az élet, a, a, a szexualitás, egy csomó olyan téma van, amit mi is pont úgy élünk meg, sőt, ugye bizonyos szempontból durvábban, mert az életnek egy másik nagyon nagy falata is a mi hátunkon van, hogyha van családunk. Fú, ebből a válaszodból is kiderült, hogy nagyjából erre lehet számítani a könyvben, és, és én azért szerettem elképesztően, mert hogy én nagyon ritkán olvasok ennyire őszinte művet. Nyilván itt jön az, hogy ez egy igaz történet, tudod, ez mindig, mindig Igen, más. Usz, true story. Igen, más, más, hogy olvas az ember, hogy tudod, hogy igaz történet, hogy ebből tényleg minden megtörtént. Nekem az jutott csak eszembe, hogy, hogy ez egy kimondott dolog volt, nem gondolod annyira komolyan, de aztán mintha győzködni is kellett volna téged, hogy ez legyen őszinte vagy, tényleg nagyon sok mindenről, ha kérdeznek, elmondod a véleményedet kőkeményen, a könyv is, mint mondtam, elképesztően őszinte, viszont ha jól tudom, azért szorongtál ezen, hogy biztos ki akarsz ennyire pakolni, mintha még a pszichológusod is le akart volna róla beszélni. Hát igen, ő is, ő is aggódott, mert akkoriban jártam pont pszichológushoz, aztán egy idő majd abba hagytam, most lehet újra kérdezni, és Hát igen, pont azért, mert nagyon közben nagyon sérülékeny vagyok. Tehát én a mai napig is én, amikor azért majdnem minden napra jut egy ilyen, például egy ilyen troll, üzenet, amit kap az ember. Engem ezek nagyon meg tudnak viselni. Tényleg fura, mert ugye mindenki mondja, jaj, le kell szarni, meg nem tudom, és most nem a, nem a negatív kritikát mondom, mert azt már az ember megszokta, hanem hanem a tényleg a támadást. És, és ilyen ebből a szempontból valóban egy, egy veszélyes terepnek tűnt az, hogy ennyire kiadod magad. Ö hiszen, hiszen akkor olyan dolgokkal leszel még inkább támadható, amik a legszemélyesebb dolgaid, mert mondjuk most egy egy szerep, vagy egy interjú, vagy egy bármi miatt támadnak, vagy, a, vagy a, 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 az emberi, a, a létezésben az alapelvek miatt, amiket vallasz, az, az azért sokkal inkább védhető, hiszen azt mondom, hogy hiába támad engem egy troll azért, én mit gondolok a világról, én azt gondolom, hogy én gondolkozom jól akkor is a világról, mert az alapvető emberi értékek és és az alapvető emberi szabadság alapján gondolkozom, ami bármennyire nehéz, meg, meg néha nyilván tarthatatlan, de akkor is azt gondolom, hogy ezért vagyunk emberek. És, nem, és soha nem vagyok hajlandó a gyűlölet alapján gondolkozni, tehát ezért mégis az ember megvédhetőnek érzi magát a trollokkal szemben. Viszont, amikor a tényleg a magánéleted meg a legintimebb dolgokat ö, írod le, például arról, hogy hogy, hogy, hogy alkosz, vagy hogy gondolkozol, az, az valóban sebezhetőbbnek tűnik. De egyelőre olyan érdekes, hogy, hogy egyrészt gondolom azért is, mert a trollok nem olvasnak. De hogy, hogy úgy látszik, hogy ez egy. Ez egy ö, olyan, tehát egy könyv az valószínűleg csak olyanok kezébe jut, akik, akik, ö, akiknek van agyuk, meg szívük. Pont ez jutott eszembe, hogy szerintem a bolvár újságírók sem mert hogy itt azért euh, tudom, hogy nem -e vagy egy nagy bulvárarc, sőt, amikor ugye kiderült, hogy gyermeket vársz, és csak a társulatnak mondta, el direkt szűk hogy számítsanak rá, hogy nem fogsz tudni játszani, akkor is ez másnap megjelent címlapon, és nyilván ez téged érthetően rendkívül rosszul érintett. Én sem vagyok egy nagy bulvárarc, úgyhogy ezt abszolút abszol meg tudom érteni, de szerintem a bulvári újságírók sem olvastak, és nem akarok ötleteket adni, mert szerintem ők nem hallgatják a könyves podcastet, de hogy azért nagyon sok olyan dologról írsz, ami, amiről eddig még soha nem beszéltél. Például, hogy tényleg a férjeddel milyen problémáitok voltak, és hogy akár még egy megcsalásig eljutott az ügy. És tudod, mi jutott csak eszembe, hogy viszont a rajongók érthetően olvasnak, és pont találtam egy három hetes kommentet, azt írta egy srác amúgy, Gergő, hogy ma olvastam ki a könyvet, és pislogtam hármat okosan ennek a dalnak a történeténél, és ugye ez a kincstelen Andrea című szám. Hogy szerinted ez jót tesz esetleg egy-egy dalnak, vagy pedig hát nyilván rosszat nem tud, csak máshogy tud tekinteni rá mondjuk egy rajongó, amikor tudja, hogy te miért írtad. Szóval, hogy van -e egy ilyen misztikus, nem tudom, felhő, tudod, egy-egy ilyen, egy ilyen alkotás körül, hogy, hogy kell tudjuk, hogy miért írta mondjuk a költő, vagy nem kell, és hogy ez változtat, te mondjuk a... Szerintem ebben az esetben, szerintem nagyon-nagyon jó. Tehát nagyon sokan jöttek tényleg oda hozzám ezzel, hogy úristen, hogy mennyit gondolkoztam azon, hogy ez a szám Miből született, és akkor mekkora élmény volt olvasni. Szóval én, én szerintem, aki, aki tényleg olyan, olyan mélységű rajongó, aki úgy hallgatja a számokat, meg sokszor, meg figyelmesen a szöveget, meg mondjuk végig hallgat egy egész lemezt, azért ilyen nyilván nem nincs annyira sok, de nekik szerintem biztos, hogy ez nagyon nagy élmény. Meg hát mondom, ez, ez a visszajelzés is abszolút. Ennek szerintem még plusz. De van fordítva, de... bocs, hogy beleszólok, jó, hogy de ne... hogy például most mondta az egyik kolléganőm a színházba, a Hartai Petra, hogy ő meg azt csinálta, hogy ahogy olvasta a sztorikat, meghallgatta hozzá a számot. Én is így csináltam. És, és hogy, hogy, mert nyilván itt a nagyon sok szám, tehát egy-két sláger van, amit az ember esetleg ismerhet, aki, aki csak úgy nagyjából ismer minket, azért a többi én is kevés zenekarral vagyok, úgy, hogy egy egész albumnyi számot, tehát hogy az összes számokat ismerem, szóval ez tényleg egy, egy ritka dolog. És hogy ez, hogy ez, így meg milyen élmény volt. úgyhogy még ezen most gondolkozunk is, hogy lehet, hogy kéne csinálni egy ilyen típusú hangos könyvverziót, amiben benne vannak a számok. Nagyon jó ötlet. Nagyon jó. Sőt, egyébként még QR kódokat is elbírt volna a Igen, azokra a pontokra. A QR kód az eredetileg terv volt, és aztán végül elvetettük, mert mert olyan nem tudom már, volt valami, valami bonyolultság, valami oka volt. Mindegy, nem tart felmenni YouTube-ra, és gyakorlatilag beírni a számcímeket. Én is így hallgattam, és én még azt gondolom, hogy szerintem még plusz embereket is be tud így vonzani, mert én megmondom hogy szintén nem ismertem ezt a számot, és hát szerintem minden nőnek himnusza tud lenni, akivel történt olyan, mint ami veled történt. Tehát, hogy szerintem ebben is tud És segíteni. kivel nem. És pontosan kivel nem, de azt gondolom, hogy olvassátok el a könyvet, hogyha pontosan szeretnétek érteni, hogy miről is van itt tulajdonképpen szó. Azon agyaltam, amikor először találkoztam ezzel a könyvvel, és megláttam, hogy, hogy miért nem te írtad. Mert hogy művész-alkotó ember vagy, csodálatos dalszövegeket írsz, ugye a könyv egy pontján ki is hangsúlyozott, hogy amikor egyszer egy magánéleti válságban voltál, milyen jó érzés volt felismerni azt, hogy de jó, hogy neked van ez, hogy írhatsz dalszövegeket, és ki tudod csatornázni magadból. Szóval én azt gondolom, hogy egyébként képes lettél volna rá, de azt is tudom, hogy gondolom, külön szakmának gondolod ezt, főleg, hogy testvér Péter Figerge, ugye egy elég ismert író és a felmenőid is, de hogy nem merült fel egyáltalán, hogy te írd meg? Nem. De egyrészt uh, szerintem még nem jutottam el od, uh, odáig, hogy én teljesen egyedül <laughs> tudjak dolgozni. Tehát én ilyen csapatjátékos vagyok, tehát én ezt nagyon megszoktam. Tehát a színház is, a zenekar is, tehát én egyszerűen megszoktam azt, hogy, a, hogy mindig van brainstorming, mindig van visszacsatolás. Mindenkinek ez nem is most nyilván a dalszövegírásnál ott nincs, de mondjuk ott van a Tövisházi Ambrus, akinek elküldöm, meg hát nyilván a zenére írom, tehát ott mondjuk a, a meglévő dallam az, ami a, ami a partnerem, azaz az, hát az Ambrusnak az agya. Tehát végül is ebből a szempontból az se teljesen magány, mert nem egy verset írok ugye egyedül, ami a csöndbe szólal meg. Ez az egyik oka, a másik az a rám, sokan nem tudják, de talán a könyvből ez is kiderül, ez a folyamatos önbizalom hiány, tehát egyszerűen nem, általában nem tudom elhinni magamról, hogy, hogy meg tudok csinálni olyan dolgokat, amiket már nagyon sokszor megcsináltam, de újra és újra nem tudom elhinni tehát ebbe, ebbe, lassan fejlődök, de azért hál' Istennek már tettem lépéseket. És a harmadik oka meg valóban az, hogy, hogy ez a fajta, tehát maga, a, a, tehát technikailag is, tehát az, hogy leülni és leírni. Tehát ez a technikai része is olyan, hogy ez, ett, ettől én megbolondulnék. Tehát én azt én azt éreztem, hogy erre képtelen lennék. És, de van egy csomó olyan fejezet, amit kb. tényleg mondatról mondatra írtunk, vagy diktáltam. De közben meg a, a Jócsinak a, a fantasztikus tehetsége és és képessége, az iszonyatosan fontos volt, és pont ö, ö, nyilván te is azért kérdezed ezt, mert tényleg olyan, mint az engem hallanál beszélni a könyvbe. És szerintem ezért ö, ö, volt tényleg nagyon nagy ö, találkozás nekem ez a Júl Csibal. meg hát nyilván az interjú is, ezért volt az apropója annak, hogy ez, mert ott is megéreztem azt, hogy ő le tudja írni, amit én mondok, úgy, hogy az ö, irodalmi szöveg, normális, jó szöveg, Viszont mégis olyan, mintha én mondanám, mert az az élő beszédet szó szerint hmm. nem tud, tehát, hogy tehát az, az nem lesz ö, ö, irodalmi anyag. És azt azért nagyon akartuk, hogy, hogy, ö, hogy olyan legyen, nyilván nem tud mindenhol olyan lenni, ahol ilyen nagyon tényekről kell, vagy ö, ö, színházi részek, de azért egy csomó rész szerintem sikerült tényleg úgy megcsinálnunk, hogy, hogy szinte már ilyen novellás hangulata van. Igen, nagyon sokszor mondják, hogy az írás terápia, ugyanakkor pont ennek a könyvnek az apropóján kezdtem el azon gondolkodni, hogy viszont ez így kicsit olyan, mint hogy egy pszichológussal beszélgettél volna szinte két éven át. Tehát lehet, hogy még mélyebb, mert gyakorlatilag nem nyomasztott az, én abszolút megértem, hogy le kell ülni, most akkor jó-e az, ahogy írom, csak én vagyok a szöveggel, úristen, hát a testvérem is író, a nagyapám is művész, mindenki művész volt a családban, majd erről nyilván mindjárt beszélgetünk, <coughs> hogy milyen felmenőid vannak, de hogy, hogy lehet, Hát, hogy így meg még mélyebbre ment, hogy nem nyomasztotta a technikai részletének, te is így fogalmaztál. Igen, hát abszolút, meg, meg tényleg ez, ez nagyon jó volt, hogy hogy mindig amiket a Júlcsi már megírt a, a hangfelvételekből, és azt viszont, azt nagyon tudom, tehát a, Abba egyáltalán nem vagyok bizonytalan, hogy elolvasom, és pontosan tudom, hogy mi, hogy jó, vagy nem jó, vagy mik azok a részek, amiket át kell írni. Tehát hál' Istennek ebbe már ilyen peng, penge voltam, és gyakorlatilag ilyen pillanatok alatt tudtuk javítani. Vagy pedig az volt, hogy fú, ez, ez kurva jó, ezt nagyon jól megfogtad, vagy pedig az volt, hogy na kezdjük el, és akkor viszont mondatról mondatra. Viszont mindig volt már egy alap, amiből ki lehetett indulni. És, és az nagyon-nagyon és az jó volt. Meg, meg nyilván nekem is folyamatosan kellett a visszacsatolási úcsitól is, hogy igen, de igen is ebbe menjünk bele, ez jó, ez hidd el, ez érdekes lesz, mert ugye egy csomó résznél mondtam azt, hogy jaj ne, ez egy hülyeség, ezt hagyjuk is, és akkor ő mondta, hogy ne, nem, ez nagyon vicces, hogy ez nagyon, ez hidd el, hogy ez, ez kell. Emlékszel és ilyen akkor konkrétra? ő konkrétra? Hát most nem tudom, de ak akár ilyen, ilyen, ezek a kamaszkori sztoriknál, vagy vagy ö, ö, vagy, a, vagy ezeknél a magánéleti, például volt olyan pasi, akit én azért ki akartam volna hagyni, és akkor mondta, hogy szerinte, szerinte ez így kerek, és hogy is, ezt ezt is be kell, be kell vállalnom. Az írót? Nem, nem. azt nem. Nem, azért az, 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 az nagyon kalandos, ez az, az egyik legkalandosabb, azért kár lett volna kihagyni. Azt szerettem volna kérdezni, hogy melyik volt az a rész, ami a legmegterhelőbb volt? Mert egy interjúban utaltatok rá, hogy volt olyan, ami előtt be kellett viszkizni, kicsit, hogy ittatok rá, rá és hogy, hogy melyik volt az a rész, ami a legnehezebb volt lelkileg? Hát nyilván ez a, ez a, a szédülés című a születések körüli, ez, mert ugye ezt, ezt tehát ez a, ez a, nagyon nagy magánéleti válságom. Mert ugye ebből tényleg született nagyon sok dalszöveg, tehát azt mindenképp úgy akartam, hogy, hogy a dalszövegekre legyenek ráhúzva a, a, a stációi ennek a történetnek. De hát azért ezt nyilván úgy kellett ö, kitalálni meg megírni, hogy ö, hogy azért ne ö, sérüljön egyik szereplőse. <laughs> Tehát egy, azért egy ilyen esetben nyilván nem lehet leírni ilyen szárazon az igazságot a maga ocsmányságában, ö, hanem azért ezt nyilván egy picit ö, kozmetikázni kell, vagy hát ö, ö, tehát abszolút az, az igazságban van benne leírva, csak nyilván, meg hát nyilván ott van, hogy ez majd a gyerekem olvassa, meg minden, szóval azért nem minden tartozik rá, meg a külvilágra nyilván egy ilyen történetből. De de hát amennyi mélységben csak le lehetett menni, azért annyira lementünk. De az nyilván nehéz volt, az tényleg az volt, hogy azt így halogattam, halogattam a végsőkig, hogy mikor álljunk neki. és De aztán, aztán végül is sikerült nagyon jól megfognunk, hál' Istennek. Rengeteg gyerekkori élmény, hát nyilván a születésed pillanatától gyakorlatilag mesélsz. Számodra, akár visszaolvasva, vagy az interjúk során, melyik volt az az élmény, ami így a gyerekkorodból, ami így szinte már nem is emlékeztél rá, de hát nyilván az interjúk hatására felmerült benned, és mondjuk jó volt visszaemlékezni rá? Fú, hát így így igazából nem is tudom, de, de tényleg nagyon sok olyan volt, ami amire nem emlékeztem, és köz, közbe jött elő. Ö de, de most így hirtelen nem, 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 is, nem, is, tudok mondani, mert már, már mivel leírtuk, most már ezek annyira élő emlékek, hogy most már nem emlékszem, hogy hú, melyik volt az, amire, amire nem emlékeztem. De egyébként a mai napig van olyan, hogy eszembe jut valami még, tehát hogy ő, nyilván iszonyatosan sok, sok, mindenből kellett kiválasztani azokat, amiket aztán, aztán leírtunk. Én az a célom, hogy kedvet csináljunk az olvasáshoz, és nyilván a jelenséged is kedvet csinál, de én mindig szeretek valahogy egy kicsit belemászni abban a könyvbe, hogy úgy valahogy szerintem akkor hamarabb, hamarabb érzi meg valaki, aki nem is biztos, hogy mondjuk ismeri a zenéidet, vagy látott színpadon, hogy ez akkor is érdemes elolvasni, mert szerintem egy rendkívüli példakép vagy mesél már el legalább akkor ezt a köldögzsinóros részt, hogy ez is milyen érdekes, és aztán még a spiritualitásról is tudunk legalább egy picit beszélni, mert ugye utaltára, hogy nincsenek véletlenek, de ez sokszor is felmerül a könyvben. Szóval, hogy hogy volt ez a köldögzsinóros, hogy ez milyen hagyomány a családban? Hát nem tudom, de ez valahogy, valahogy, nem is csak a köldök zsinóra, hanem így a születés, tehát olyan sok, sok ilyen, ilyen, ilyen ne, nehéz születés van, és egyébként tényleg annyira érdekes, mert azért így a mai napig a barátnőim körülöttem, tehát, hogy, hogy tehát ez azért egy elképesztően nehéz dolog, eleve a terbes és a szülés, a, csak valahogy ez még mindig egy olyan tabu téma, nagyon-nagyon furcsa tényleg egyébként, hogy egyrészt kudarcnak is élik meg valószínű a nők, de hogy borzasztó tragédiák vannak a mai napig körülöttem. A, 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 szülés, a szüléshez egyáltalán terbes és szülés elvetélés. Tehát nagyon, nagyon sok. De hát ez nyilván régebben, meg aztán, mert még, még inkább nehéz volt. Tehát én is igazából, én, ha száz évvel ezelőtt élünk, akkor én nem ülnék most itt. Tehát én belehaltam volna, szerintem a szülésbe a gyerekkel együtt. Tehát az apám, ő, ő elvileg halva született, tehát ott az én nagyapám le, református lelkész volt Erdélybe, és ugye a papné, és olyan hirtelen indult be a szülés, hogy, hogy nem tudták hívni, nem tudták eljutni az orvoshoz, és ezért a, a bába asszony jött el ugye a papnéhoz, aki abszolút ilyen pogány vezette le a szülést, tehát ilyen teljesen abszurd, hogy ott a, a, a Pap, a templom mellett a papnak a házába ilyen kutyakoponyákat tett, a, meg ilyen mindenféle ilyen, vitt, ami rázogatott ilyen csörgőket, meg szóval az egész amit valami teljes. Tehát egy ilyen bosszorkányság volt, és egyébként az ő férje volt a sírásó. Tehát, hogy ez, egy, ez, ez így állt össze egy faluban. Most. <gül> <gül> és akkor megszületett az apám, aki egyáltalán meg se rezdült, és akkor, hogy félre rakta ez a bábasszony, és mondta, hogy hogy hát tiszteletes azt hogy ne szomorkodjon majd az Isten másikat. És akkor, akkor látta, hogy azért ott ez nem, nem biztos, hogy ez, ez olyan, tehát nyilván ott ilyen tragédia, mindenki sír, és akkor mondta, hogy jó, akkor hozzanak vizet, és akkor elkezdte hideg vízbe így dugdosni bele a kis élettelen csecsemőt, és akkor valahogy így visszahozta. De hát ehhez képest apám most már 80 fölött van makkegészséges, elképesztő pasi volt egész életében. Én is fennakadtam a köldök zsinoron, tehát én is halva születtem, engem meg az orvos lélegeztetett szájon át. És akkor erre szoktam azt mondani, hogy ezért vagyok én ilyen férfi megkapcsolat függő, mert egy férfi száj, egy férfi lehellet hozott vissza az életbe, ezzel kez így kezdődött. És szerintem ezért, ezért vagyok ilyen, hogy így kapaszkodom a kapcsolatokba, sajnos jobban, mint amennyire kéne. Ez így viccesen hangzik, de egyébként ez szerintem tényleg így lehet. Hát sajnos, hogy nem, 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 nem tényleg lehet. Nem így, nem is visszamenni oda a pillanathoz, hogy nagyon ne, ne, ne ezen, be, csak hát akkor meg mi van érted? Igen. Ja, tehát igen, ezek, ezek ilyen szép, szép, ö, szép dolgok, és akkor ugye az én kisfiam is ö, köldögzsinoros lett sajnos, és akkor végül ö, aztán császárral szedték ki sok, sok óra a után belőlem. Úgyhogy igen, valahogy ezt így, ezt így továbbadtuk. Hiszel a jelekben, hiszel abban, hogy nincsenek véletlenek, ami számomra egy rendkívül izgalmas dolog volt a könyvben, amikor elmondod, elmeséled, hogy tudatos álmodó vagy, és hogy ezt így gyakorlatilag öröklődik, és a testvéred is, meg ugye az egész család tudatos álmodó. Mesélsz arról, hogy ez hogyan jött az életetekben, meg hogy ez mit jelent egész pontosan? A gyerekkoromban ö, ugye úgy néz, ö, azt láttuk, hogy a nagyapám a Jékeri Zoltán, ő úgy nagyon rossz alvó volt, mint minden migrénes, és az ágya mellett egy ilyen papundekli, vagy miért egy, pap, egy ilyen papír, vagy nem falvédő volt, és akkor ő azt csinálta, hogy mindig, hogyha álmodott valamit, akkor azt oda rögtön felírta és ö, meg egyáltalán, tehát mi egész gyerekkorunkban mindig ezt hallgattuk, hogy ki mit álmodik, tehát ott mind, a családban ezt mindenki elmondta mindig, tehát hogy ez ilyen nagyon-nagyon ilyen fontos volt. És aztán... Ö, ö, Egyszer például láttam egy dokumentumfilmet, ezt például nem is írtuk be a könyvbe a Charlie Chaplinről, aki áll, ő, ő, ugye ő maga írta meg a filmjeinek a zenéjét, de ugye ő nem volt zeneszerző, csak a dallamok jöttek neki, és akkor ő meg valami hangfelvevőt szerkesztett valahogy az ágya fölé állítólag, hogy amikor ilyen félálomban megálmodott egy dallamot, azt egyből így fel tudja dudorászni. Wow. És aztán meglát, és akkor ez a, ez a fajta tudatos álmodás, amit én, én, nekem véletlenül jött, mert tényleg az volt, hogy amikor állandóan turnéztunk a Krétakörrel, akkor ugye szállodákba éltünk 7-8 évig mindenhol a világban, tényleg fantasztikus időszak volt, azóta és imádom a szállodákat. És, és akkor ott ugye az volt, hogy hajnalig bulisztunk, ugye akkor még fiatalok voltunk, körültek és nyilván felkeltünk reggelizni a szállodába, hát persze, és akkor 3-4 óra alvás után ott tényleg ilyen iszonyatos állapotban mindenki, bereggeliztünk, és akkor mindenki visszafeküdt nyilván, mert ugye este előadás. És elképesztő, hogy miket, tehát hogyha reggelizel, meg kávézol, és utána lefekszel, akkor az valami többenet, hogy miket lehet támadni tényleg. És akkor én ezt elkezdtem utána aztán úgy csinálni, hogy tényleg figyelni nem mondom azt, hogy mindig ezt csinálom, mert, mert aztán jött a gyerekem, van, már nem lehetett visszafeküdni, mert hát egyáltalán, tehát hogy ez nem egy rendszeresség, csak hogy ez, ez egy technika. De tehát, hogyha, nem... a úgy akar számodni, hogy biztosan emlékezzél rá, akkor ezt kell csinálni. És, ezt a, és aztán láttam a fellini ről egy dokumentumfilmet, ahol a Giulietta Massina meséli ezt, hogy a Fellini minden filmjét így álmodta meg. Tehát ő minden reggel felkelt hétkor elment ott, ahol nem tudom melyik olasz városból laktak ott, valami forráshoz, meg valami kávézóba, ahol ott azt a forrásvizet itt a mindig, meg elment kávézóba, utána hazament, visszafeküdt, és utána megálmodta a filmeket. Hm. De akkor ez nem azt jelenti, hogy tulajdonképpen úgy fekszel le, hogy irányítod az álmaidat, hanem hogy tudatosan álmodsz, tehát emlékszel rá. Mert ugye én gyakorlatilag tízből tízszer elfelejtem, amit álmodok. Igen, de pedig... így emlékszel. Aha. Tehát, hogyha, hogyha nem, tehát ez az éjszakai álmokra, amikor valóban meg reggel ébredsz, érted, indul a nap, nem tudom. Azonnal Igen. Uh -huh. Mi volt ilyen az utóbbi időben, főleg akár a könyvapropóján, volt-e valamilyen álom, ami, ami izgalmas volt? Hát nekem most az utóbbi időben legpont volt a Magyar Narancsban egy interjú, és el is mondtam ezt az álmot. És olyan érdekes, mert azóta most mindenhol szembe jön ez velem. <laughs> Úgyhogy lehet, hogy ez inkább ilyen életkori, vagy nem tudom milyen. De azt álmodtam, hogy kiukadtam, de teljesen egy ilyen szabályos kör volt a málkasomon és át is láttam magamon, tehát, hogy meg is voltam kettőződve, tehát, hogy ilyen nagyon borzasztó szomorú volt ez egész, vagy hát ilyen na nagyon furcsa volt. És akkor elkerestem erre, és elképesztő mennyiségű festmény, szobor, ez a, a hole in the chest, és de Andy Warholról is van így, a, a David Bowie-ról is van ilyen kép, és tök érdekes, mert a, a méret az tényleg most kb. itt, mint ez a popfilter, a, a pop tehát kb. ez a méret, és de mindenképpen, tehát olyan, mint hogyha tényleg ez egy ilyen egyen, egyen képle egyen érzés lenne, nagyon érdekes. És mit jelent? Hát biztos valami nagyon rossz, rossz, hat, hiszen egy borzalmas rossz érzésből születik. Hát egy nyilván a fizikai háttere, hogy ilyet támasz, az, az, lehet, hogy, hogy nyomás van a szívedbe vagy a lelkedbe, tehát hogy szomorú vagy. Meg hát nyilván egy, egy, egy hiány, egy üresség, tehát sajnos ez nem, 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 tűnik egy vidám álomnak. De hát most, most ugye van is, van is okrá, tehát azért én nagyon-nagyon furcsa állapotban vagyok, ugye itt most ott sorra ha halnak meg a, vagy hát ugye lövik fel a vészrakétákat a színházak, a, a, amelyekben én dolgozom, tehát azért elég-elég félelmetes időket élünk meg, plusz ugye minden szempontból a háború, a világvége, amit most már ugye minden nap már olyan, olyan me megszokva olvassuk ezeket, hogy még 30 év, még 20 év, már úgy Tényleg olyan, hogy már be lehetne indítani a visszaszámlálást, és kb. azt látott, hogy nem történik semmi. Tehát, hogy még a nejlonzacskót sem sikerült kivenni a forgalomból. Szóval ö, ö, szerintem sajnos most ez tényleg egy olyan időszak, amikor, amikor azért... Ö, van mitől szorongani. Most el kezdem, hogy körülöttem például barátaim hányan halnak meg, vagy vannak nagyon rossz állapotban. Szóval most egy kicsit ez, ez nem egy vidám időszak, de hát valahogy próbáljuk magunkat fenntartani nyilván, meg így egymásba kapaszkodva. Szóval én az alapvetően nagyon pozitív ember vagyok egyébként, meg imádok boldog lenni. Úgyhogy most nekem is ez a kihívás, hogy valahogy mégis megtalálni a réseket. <laughs> ahol beszivároghat a napfény. Nyáron ilyenkor nem csak azért, mert van napfény, hanem azért koncertek vannak egy picit könnyebb, tehát segít neked egy-egy koncertezés, egy-egy megőrülés, egy-egy rajongókkal való találkozás, hogy egy kicsit kicsit a szorongásból alább vagy? Persze, hangy. hát most például Orfűn annyira fantasztikus volt, nagyon-nagyon jó koncertünk volt, de... Persze, hát abszolút, abszolút azért, hogyha én színpadra kerülök, ott mindig megnyugszom. <laughs> Úgyhogy az, az, már mindig egy, egy, jó dolog. Igen, az is nagyon izgalmas volt a könyvben, hogy sokszor kiemeled, hogy te egyszerűen a színpadon érzed jól magad, és a gyerekkorodban felfejtett, hogy honnan indult ez, hogy szeretett ha néznek, egyszerűen szeret szerepelni, még hogyha kezdetben izgultál is, vagy még néha ma is izgulsz, de hogy szeretsz szerepelni és hogy milyen borzalmas lehetett ez az elmúlt két év, mint amikor Covid volt, ugye, hogy, hogy effektíven nem lehetett se színpadon, se koncertezni, se színházi színpadra fellépni, szóval, hogy az egy nagyon kemény lehetett lelkileg neked. Egy fél év az, az teljes, akkor teljesen el voltunk zárva mindent. Hát igen, nagyon-nagyon fura volt, érdekesen kiesett egyébként ez az időszak, de mindenkinek az az érdekes, tehát hogy így bárkivel beszélgetek, mert senki nem emlékszik erre, amikor fél évig ültünk bezárva. Valahogy ez, tényleg ez van, hogy az emberi törli ezeket a dolgokat. Még öh... könnyen hozzá is szokunk. Igen, ahhoz, közel Tehát, borzasztó, hogy... egészen meg, megdöbbentő. De, de egyébként egy csomó szempontból meg, meg, meg jó volt, szóval öh igazából szerintem ennek is egy csomó fizikai ö, oka volt, hogy ez miért ilyen nehéz, csak tényleg ez olyan nehéz, hogy ezt magad körül az emberek nem értik meg, mert tényleg azt hiszik, hogy te egy ilyen izé vagy, hogy álljál már le, örülj neki, hogy most egy kicsit pihensz, csak közben, hogyha 30 évig megszokott, hogy 6-kor beindul az adrenalinod, hétkor, héttől a csúcson van, érted, mert szinte minden nap színpadon vagy, és az egyszer csak nincs, az egyszerűen fizikai tűnt, én tényleg azon gondolkoztam, hogy egy addiktológushoz kéne elmennem, mert ez majdnem olyan, mint amikor le, uh -huh. le kell raknod a drogot, vagy valami, valami függőségedet. Uh -huh. De hát aztán Istennek ez, ez egy olyan függőség, amit vissza lehetett, <laughs> újra lehetett kezdeni. Újra nyúlhattál a é, Igen, nyúlhattam a szerhez, igen. A már könyves podcast, nyilván egy könyv a beszélgetésünk aprópója, de azért szeretnék egyéb könyvekről is beszélni veled, beszélgetni veled. Ugye könyvek között nőttél fel, Dédapád, Ápril Lajos, költő, műfordító, nagyapád Jégerész voltál, akit említettél is, szintén költőműfordító, édesapád Péterfi László, művész, festőművész, testvéred Péterfi Gergely, író, akinek a felesége Péterfi Novák Éva, író, szóval, hogy így körbevesznek az írók is, meg amúgy a művészek is nyilván. Mennyire volt... Nem is tudom, az, hogy nehéz felnőni egy ilyen környezetben, arra szerintem a regényből, a regényből? A könyvedből választ kapunk. Nem, de ez jó, hogy így... Kicsit olyan regény ő... hangulatú nekem egyébként. Örülök, uh -huh. szerintem Júlcs is örülne. Aztán, hogy gyerekkorodban is említett, hogy rengeteg könyvet olvastál, tényleg mágikus ifjúsági regényként írsz a gyerekkorodról, de aztán kicsit olyan Lolita típusú lesz, de aztán rengeteg könyvcím is felmerül benne, aminek külön örültem, az Anna Kareninától a Varázshegyen át Dostoyevskyig. Szóval, hogy miket olvastál, miket szerettél, és és, és, és hogy állsz te a könyvekhez, vagy hogy álltál? Hát én kamaszkoromban tényleg embertelen sokat olvastam. Ez hiányzik is ez az időszak, meg most nézve a saját gyerekemet, tehát ez, 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 ez tényleg ez azért nagyon nagy kár, hogy ez, ez ettől a generációtól már el van véve. Mert sajnos bármennyire uh, is, uh, tehát egyszerűen már ne, nem, nem olvasnak na, annyit. Meg főleg ezeket a nagy regényeket, szerintem már a mai gyerekeknek már egyszerűen ez nem lesz idegrendszer, hogy elolvassanak egy dosztójához. Én azt képzelem. Uh, én nagyon-nagyon hamar, ö, szerintem túl fiatalon olvastam egy csomó olyan nagyon nagy klasszikust, nyilván azért, mert tényleg abszolút ebben nőttem föl, meg ugye édesanyám irodalomtanár volt, ö, ráadásul nem is akármilyen, tehát tényleg ilyen istennőként imádták a tanítványai, mai napig is, már ugye jó pár éve meghalt sajnos, de hogy mai napig találkozom tanítványaival, akik mondják, hogy a meghatározó ö, csoda volt, és... Ö, és én ezt nagyon élveztem, hogy én ennyivel olvasottabb vagyok a, 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 a korosztályomnál. Nyilván egy csomó mindent nem értettem mert utána, amikor nyilván, amikor újraolvastam egy-egy könyvet, aztán később, akkor rögtem, hogy úristen, ez 15 évesen, ez, de, de valami miatt azért nyilván mégis. És tehát ezeket a, tehát a Standard, nem tehát, ezeket a nagy klasszikusok, Tolstoy, ez, ez, ez mindent, mindent elolvastam 15-16 éves koromban, meg nyilván egy csomó mást is, és... Valahogy, valahogy ö, ö, ez ilyen alapvetés volt abba, abba a közegbe, ahol én voltam fiatal, hogy olvasottak vagyunk. Olyan érdekes, igen, hogy ez, ez ahogy most ti próbáljátok, ahogy te is ezt tett, hogy az olvasás szexi, meg, meg az, hogy egy nő okos, az, az szexi. Már ugye most ez nem, nem ez a divat, de... <laughs> Sajnos, igen. De azért szerintem, ez, ezért sok, sokan tesztek a mai napig is, hogy ez, ez azért megmaradjon, vagy egy érték maradjon. Ö, aztán nyilván, ahogy beindult az élet, meg izé, én is elkezdtem kevesebbet olvasni, amikor így kifogytam az időből, és sajnos ezt még a most a mai napig is, most egyáltalán nem olvasok annyit, mint amennyit szeretnék. Úgyhogy ezt, ezt nem is szeretem magamban, de, de hát ez most egy ilyen életszakasz. Azért mondasz egy-két olyan könyvet, amit nagyon, ami nagyon meghatározó volt? Most is eszedbe jött például Nagy olvasmányélmény? Én tökre hiszek abban, hogy egy ember személyiségéről nagyon sokat elárul az, hogy melyik mondjuk a kedvenc könyve. Nyilván rólad a személyiségedről nagyon sokat megtudunk, hiszen most egész könyv készült, gyakorlatilag a Borik könyv, de azért, hogyha van egy-egy olyan cím, ami ami mondjuk téged nagyon megfogott, nagyon szeretted, akkor azért nagyon hálás lenni. Nagyon nehezen választok kedvenceket, de mondjuk olyan azt tudom mondani, amit tényleg sokszor, sokat olvastam, mert például az a Karerinát azt, azt többször is olvastam, azt nagyon-nagyon szerettem, de akár akkor a kunderák, ö, például a Lolitát is nagyon-nagyon sokat olvastam. Ö, hát ez az orosz irodalom, a jég, meg egyáltalán az egész ö, egész szorokin életmű, azt, azt is nagyon-nagyon-nagyon nagyon szeretem. Ö, most legutóbb, amit olvastam, ez a, a Ferrante. Mm -hmm. Ez, ez volt most az utolsó élményem, amit nagyon szerettem. A brilliáns szerettem. barátnőm? Igen, Aha. a brilliáns uh -huh. barátnőm. És uh... És most pedig elkezdtem a... De most akkor tőled is megkérdezem, hogy hogy kell mondani. Knőzgór? Knőzgárt? Na, ka, ka, Na. Nem tudom, én látod? Sem. Senki ne nem tudom. tudja. Knőzgór, Knőzgárt, nem tudom, de mindegy is. Tehát azt. Aha. Azt elkezdted? <gül> <gül> Úgyhogy igen, most már a, 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 má, má, másfélnél tartok. És, és nekem nagyon, tudom, hogy nagyon sokan nem szeretik. Ö, engem nagyon-nagyon visz. Igen, nagyon visz. Én még pontosan nagyon sokan szerették, óriási láz van. Igen, körülöttel. már nagy láz van, csak hogy sok-sok sok is. ismerősöm raktak ki, hogy hát én nem értem, hogy ebben mi a izé, hogy és akkor sokan írják, hogy hát nem vagy egyedül, mert én sem, és akkor. Uh -huh. Uh -huh. Hát ez van a sokszor a túl hájpolt, vagy nagy népszerűségnek örvendő könyvvel, hogy aztán a megosztó, Igen. megosztóvá tud válni, mert nyilván van, akit meg taszít a nagyon népszerű, nagyon nagy az elvárása, akkor ez biztos egy fantasztikus életemet megváltoztató Igen. mű lesz, miközben meg, ha nem ilyen elvárásra olvasod, lehet, hogy tökre tetszik. Szóval nagyon sokszor éri szerintem a könyveket ez a probléma. Igen. Hát de ez igen, de ez, ez tényleg fura ez a stílus, hogy tényleg olyan, mint hogy valakinek a fejébe mennél, csak csak nekem nagyon-nagyon sok hasonlóság van a saját problémáimmal, mivel bár ugye férfi, de egy nagyon érzékeny férfi, és Abszolút az a fajta gondolkodás, hogy egy művész, hogy próbál a hétköznapokban evickélni ö, a többi ember között. Mert én is sokszor azt érzem problémának, a, 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 hogy hogy tudok elhelyezkedni a hétköznapokban, meg a, az olyan emberek között, akik egyszerűen nem értik, és azt hiszik, hogy te őrült vagy idegbeteg vagy borderlános vagy, nem tudom, milyen vagy. Holott egyszerűen csak más, hogy látod a dolgokat, meg máshogy dolgozott föl mert mert ebből létezel. És ez ez nagyon ijesztő, és ez nekem például nagyon felszabadító nála, pont azért, mert ilyen aprólékosan írja le a hétköznapi problémáit, hogy akár a családi életem belül, hogy ez milyen feszültségeket okoz. És nekem például volt már egy-két olyan mondat, ami ilyen, fú, ezt most kéne megmutatnom mindenkinek, aki körülöttem él. Mm. Hogy megértsenek, de aztán feladtam, mert úgyse értenek meg. <gül> <gül> de milyen jó, hogy ezt mondod, mert ezért jó olvasni, hogyha az ember olyat talál, amihez ennyire tud kapcsolódni, és hogy valaki helyette is meg tudja úgy fogalmazni, és hogy hát, jobb megérti Az Ez a művészetnek ez a lényege mindenképp, hogy egyszerűen érzel egy olyan érzelmi találkozást, hogy akár egy, egy festménnyel, egy zenével, vagy egy verssel, vagy egy, egy könyvel, hogy azt érzed, hogy tehát én is azt szeretem, amikor ö, a, a könyv kapcsán is ezeket a visszajelzéseket, hogy Úristen, ez az én kamaszkorom, vagy ez az én életem. Tehát, hogy amikor van egy. Vagy pedig pont az, hogy Úristen, én annyira nem ilyen, és annyira... úgy irigylem, hogy valaki uh -huh. meg így. Tehát ö, persze, hát ez, 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 ez az izgalmas. Én nem is értem, hogy ez, ez hogy lehet ö, egy gondolat a világban, hogy ez, ez ne legyen. Csak ugyan most ez nálunk tényleg egy társadalmilag ez egészen ijesztő hogy minthogyha hogyha ez nem kellene az élethez. Ez nagyon szomorú. Egyébként a könyved is nagyjából egy ilyen arconcsapással végződik, mint hogyha így fejbe csapnának olyan gyakorlatilag a vége, még az utolsó, utolsó mondatod is, hát gyakorlatilag az utolsó mondat az a ez van most, gyakorlatilag valami ilyesmi. Szóval kb. amit most mondtál arra a teljesen rímel az igen. utolsó fejezet is. Hát igen, mert ha vonok egy pár a 80-as évek kamaszkorom és a mostani uh, helyzet között, és hát az igen, az elég szomorú. Én még egyet szeretnék, hogyha így zárásként az interjú vége felé tartunk, egy picit nosztalgiáznánk, mert hogy muszáj, hogy kiemeljem ezt, ami az egyik kedvencem volt a könyvben, ilyen irodalommániásként. Idézem, rendszeres vendég volt a nagyapámnál a magyar irodalmi elit, a barátok és pályatársak, Szerbontól, Vörös Sándor, Nemes Nagy Ágnes, Lengyel Balázs, ugye abban a frankel Leó úti hát házban itt a volt, szomszédból, a szomszédban, Minden kettő percre igen. van, mondom azoknak, akik nem tudnák, hogy hol vagyunk. Ott voltál ugye, Tini, és, és azért tényleg egészen elképesztő lehetett így felnőni. Milyen élményeid, emlékeid vannak? Mert hát gondolom millió történetet meséltek, akár ezekről az óriási emberekről, Szárpantal, Nemes Nagy Ágnes. Hát igen, igen, ez... ez uh... Hát csak konkrétan a nagymamámnál volt két ilyen fekete mackó, ilyen szobor, ilyen kis fekete kőből, és azt Móricz kapta. Tehát ő mutatta be őket egymásnak a nagyapámmal. Nagy rajongója volt a Móricz Zsigmond a nagymamámnak. Szóval ez ilyen, teljesen ilyen nagyon furcsa. Igen, ők ezekről az emberekről tényleg úgy beszéltek, tehát én nagyon, nagyon sok minden olyat tudok nyilván, ami, ami ilyen teljesen, amit valószínű, hogy senki, vagy nem tudom. Tehát hogy, tényleg ők, ugye tényleg ez, ez, volt a baráti társaság. Meg hát nyilván aztán az, egy olyan időszakban 50-es évek, meg tehát hogy azért itt nagyon-nagyon rémes dolgok, akár ugye a szerbantal, Halála, meg az az egész. Tehát az, 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 ezek borzasztó időszakok, amiket én ugye gyerekkoromban mindig hallgattam, hogy ott, ugye, mi, mi, miket, hogy próbáltak megmenteni, és mik mi, 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 mi mentek ott, meg egyáltalán mindenki, hogy próbált túlélni, meg megmenekülni ebben az időszakban. De hát emlékszem, gyerekkoromban az Eszterázi Péter nagyon-nagyon sokat volt nálunk, Nagy László nagyon sokat volt nálunk, Visegrádon, a polcelen, tehát így csak hát tudod gyerekként, most oké, okay, egy bácsi tudod, szóval ezt így nem, akkor ezt így nem rakod össze, hogy basszus, miért nem beszélgettem a nagy Lászlóval, de hát három éves voltam meg őt, hát most. Persze. Vagy miért nem dedikáltottam mindent is, mert az most sokat ér. <síns> Szóval, igen. De hát a, amivel kezdtem a könyvet, ez, a, ez az olasz ö, asztrológus nő aki ugye a barátnője, meg levelezőtársa volt a nagyapámnak, és, és hát ugye mellette még a várgaszlólának meg a Márkeznek is ö, csinálta folyamatosan a, a, képlete, a képleteit, szóval... Ö, ugye rólad egy, írt egy igen, levelet Igen, róla, nekem is megírta a képletemet, igen. És akkor csak nem pont múltkor valaki kérdezte, hogy ilyen ilyen bulvárosan, hogy akkor egy ilyen azt, is mondom, hogy ez, ez nem egy ilyen um, bulvárosztrológus nőt képzeljétek el, tehát ugye egy ilyen csillagász tudós asszony volt tényleg elképesztő, elképesztő nő lehetett. És benne van a levél egyébként, amit rólad írt, és, és, úgy alapvetően rímel, nem? Tehát, hogy sok minden olyan, mint hogy... Hát minek... nagyon, nagyon, igen, megdöbbentően, igen. Nagyon érdekes, én nagyon szerettem ezt a könyvet, tényleg én zenédet ismertem, színpadon olykor-olykor láttalak, de azért egyrészt rengeteg olyan dolgot írtam, hogy basszus, de kár, ezeket az előadásokat nem láttam, és jól se nem is fogom. Ugye ez a szörnyű a színházban ilyen szempontból, Igen. hogy, hogy meg nem ismételhető darabok vannak. Bár lehet, hogy a jövő majd olyan lesz, hogy digitálisan rögzülnek előadások, ami nem adja vissza azt az élményt, mint ott lennél, de legalább fennmarad valamelyest az utókornak. Hát, Igen, hát azért itt is van egy-kettő fekete ország abból ugye azért például van, van verzió, tehát a bocsántunk egy ilyen kicsit filmes verziót na az példa, azt például nem példa tudtam, azt meg megnézem jaj azt de jó, jó. na azt megnézem de a Sirályból is van egy szép felvétel és az is fönn van, van. Szuper. tehát van egy-két krétakörös előadás, amit meg lehet találni na ezeket majd akkor megkeresem mindenféleképpen de hogy én nagyon-nagyon örültem, hogy ennyire megismerhettelek, és furcsa, mert hogy úgy nem ismertelek egyáltalán, csak nyilván a művészeten keresztül, és hát nyilván most se lettünk barátok, de mégis azt érzem a könyvön keresztül, hogy így, így így mindent is tudok róla, még ha egyébként csak szemelvények is, hiszen ugye a jelenetek Péter Fibori életéből azért utala arra, hogy, hogy ezek azért csak ilyen villanások, még hogyha regény szerűt is szerettetek volna, azért nem regény lett célzottan. Ugye, jaj, ezt nem is emeltük ki, hogy Stark Attila, milyen egészen elképesztő munkát végzett. nem szabad kiadni, mert ő a harmadik alkotótárs. Annyira jö. csodálatosak a rajzok, az illusztrációk, sokszor viccesek, odapasszolnak, és egyébként a fotók. Tehát, hogy annyira jól illik sokszor egy-egy koncertfotó, vagy egy-egy fotó rólad, tényleg, gyerekként, tiniként, mindenhogy a lehet Igen, azért látni. akartam ilyet, mert most hiába itt egy könyvesbolt ülünk, de azért mindketten tudjuk, hogy az emberek nagy része nem olvas, <laughs> és, és, azért azt akartam, hogyha valaki csak így ezt így átpörgeti, ő, annak is legyen kedve ö, megvenni, hogyha azt szeret engem, mert ezt a nézegeted, végülis abba is, abba, abból is ö, ö, kapsz egy teljes képet rólam. Tehát, hogyha mondjuk nyilván jobb, hogyha elolvasod, de, de azért Hát én is tudom az ismerősebb nagy részéről is, hogy képtelenek. De hát ezt tök sokan már nem is titkolják. Sajnos. 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 De Sajnos. erre eddig egyébként mindenki azt mondta, hogy nem szoktam pedig olvasni, elkezdtem, és nem tudtam letenni, és elolvastam egy éjszaka alatt. Szóval próbálkozni próbálkozni lehet, aki ne, még aki nem szeret olvasni annak is. Egyébként... mert eddig, eddig még mindenkinél csatát nyert hál' Istennek egyébként így van, sőt, ugye azzal kezdted az interjút hogy nem gondoltad, hogy történt annyi minden olyan dolog veled, hogy az érdemes lenne tényleg nem Kamu, hogy letehetetlen. Tehát hogy olyan izgalmas életed volt, meg van, <laughs> hogy szerintem egyébként ö, tényleg kellett egy könyv. És amit már szintén említettem, ö, hogy egészen elképesztően őszinte, és az ilyen könyveket szerintem nem csak én, hanem nagyon sokan szeretjük. Bár ezt a podcastet azt hiszem olvasó emberek hallgatják, de nem csak nekik, hanem akkor ő nekik is azt ajánlom, hogy akár olyan barátaiknak, akik tényleg kevésbé olvasnak is vegyék meg, és legyen ez egy ilyen ajándékkönyv is akár. Szóval nagyon jó lett. Köszönöm, Bori, hogy itt voltál. Én is köszönöm.

A Nincs időm olvasni kihívás 2017. januárjában indult, és mára egy közel 50 ezer főt számláló közösség lettünk, rendezvényekkel, magazinnal és egy igazi könyvesbolt, ahol most ez a podcast is készül. Az elmúlt öt év során rengeteg olyan visszajelzést kaptam, hogy milyen sokan találtatok vissza az olvasáshoz ennek a közösségnek köszönhetően, és rengetegen inspirálódtok innen, hogy mit olvassatok. Ezért arra gondoltam, hogy legyen ez az első közösség által szerkesztett podcast, így a könyvajánlóimhoz a NIOK tagok véleményéből is szemezgetek. Ezen a héten egy norvég írónő Maja Lund regényét hoztam nektek, a méhek történetét, Patot Bence fordító jó voltából olvashatjuk magyar nyelven. Ugyan a cím egy kicsi félrevezetőnek hathat elsőre, hiszen a mit sem sejtő olvasó azonnal egy méhekről szóló ismeretterjesztő műre számít, de nem erről van szó. Valójában egy fikciót olvashatunk, egy több idősíkon játszódó disztópiát, amiben a méhek csupán a kapcsolódási pontot adják a történet három szála között. Az első síkon Angliában 1852-ben William a biológus és vetőmag kereskedő életét követhetjük, a másodikban 2007-ben az Egyesült Államokban élő George a méhész sorsát ismerjük meg, aki keményen küzd azért, hogy fia Tom egyszer majd átvegye tőle a családi vállalkozást. Hát a fiúnak viszont más tervei vannak. Aztán pedig az elképzelt jövőben Kínában járunk, 2098-ban. Itt Taót, a munkásnőt ismerjük meg, akinek az a munkája, hogy a fákat kézzel beporozza, mivel a méhek ekkorra már régen eltűntek a földről emberi sorsok, drámák, amik egy ponton összekapcsolódnak. A történet szól vesztességről és reményről, kudarcról és győzelemről, valamint az emberek és a méhek közötti láthatatlan kapocsról, amelyen fajunk fennmaradása is múlhat. A könyv megjelenése után mind itthon, mind külföldön nagyon nagy siker lett, azonnal eddig 32 nyelvre fordították le. Németországban 2017-ben az év legkelendőbb és legkedveltebb könyve lett. A Niok Könyvklub közös könyve volt tavasszal, így elég sok ajánlást találtam a csoportban, ezek közül emelek most ki kettőt. Koplányi Szabolcs azt írta a könyvről, hogy évek óta játszik a gondolattal, hogy méhészkedjen, ezért különösen örült, hogy ezt a könyvet olvastuk közösen. Nagyon tetszett neki, hogy az elején annyira eltérő a három történet, de a végén mégis összefonódik. És külön kiemeli, hogy milyen szemléletformáló tud lenni ez a könyv. Ő például, ugyan nem a könyv hatására, de ez bizonyára megerősítette benne, évek óta rovarhotelt készít, mézelő, egynyári virágokat ültet, és igyekszik minél kevesebb veszert juttatni a növényekre. Egy másik vélemény, Veréb Viktóriától. Ő egyenesen az év legjobbjának érezte, eddig legalábbis, a méhek történetét. Kiemelte, hogy ez egy figyelmeztetés és rémületes utópia arról, hogy hiába hisszük, hogy uralmunk alá hajtottuk a természetet, nagyon is a részesei vagyunk, osztozunk a sorsában, az egyéni életek pedig tértől és időtől függetlenül millió szállal kapcsolódnak egymáshoz. Számomra is azért volt izgalmas olvasmány, mert szemléletformáló hatással bírt. Ugyan be kell vallanom, hogy a vidéken eltöltött több mint húsz év ide vagy oda nem vagyok egy nagy rovarbarát, minden esetre a méhekre ez az olvasmány óta egészen más szemmel nézek. Azt még érdemes tudni, hogy a szerző Maya Lunde egy sorozatot készít ebből a regényből, amit csak a témája fog össze, ugyanis, hogyha jól tudom, akkor mind a klíma problémáról szól. A második része a könyvnek a kékség már megjelent, a harmadik pedig információim szerint az idei könyvfesztiválra érkezik majd ősszel. Szóval, akinek tetszik a könyv, az tudja is folytatni a sorozat további részeivel. Tehát még egyszer Maya Lunde, a méhek története. Olvassátok el! Szabadossági Könyves Podcastjét hallottátok, ha szeretnétek látni és nem csak hallgatni a Könyves Podcastet, akkor irány a YouTube csatornám, ahol a teljes adásokat a könyvesboltból nézhetitek végig. Hogy ez a podcast és a hozzátartozó képi tartalom megvalósulhatott, köszönet jár a Just Now csapatának. A műsor zenei és utómunka szerkesztője Dani, a szerkesztő pedig Gajó Dorottya. Egy hét múlva újra várlak benneteket. Addig is a könyv legyen veletek! Köszi, hogy megnézted a könyves podcastem videós formában, de ha csak hallgatni van időd, akkor keresd minden héten a podcast lejátszókon, például a Spotify-on. Ha maradnál a videós formátumnál, akkor pedig iratkozz fel, hogy ne maradj le a következő részről sem.